Országos tüntetést szervezett a Pedagógusok Sztrájkbizottsága február 13-án Budapesten. Tanárok, diákok és szülők is utcára vonultak a fővárosi demonstráció alkalmával a köznevelés közoktatás helyzetének javítását követelve és 25 pontos javaslatukat ismertetve, hangzott el a nyíregyházi szakmai értekezleten. Kiemelkedően jelentős létszámmal vettek részt a kollégáink az elmúlt demonstrációkon. Napi szinten jönnek a telefon megkeresések, mellettünk állnak, és nagyon örülünk annak, hogy az egész közvélemény, a szülők és a gyermekek is mellettünk állnak ebben a dologban. A szakszervezet országos alelnöke hozzátette, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is hasonló problémákkal néz szembe pedagógus, diák és szülő, mint az ország más területein. A közoktatás rendszerét strukturálisan is át kellene alakítani, de vannak ennek olyan elemei, amelyekkel azonnal foglalkoznunk kellene. Például megemlítem itt a gyerekek túlterheltségét. A reggeltől egészség iskolában van a gyerek, hazamegy, még akkor otthon tanulnia kell. Mindenképpen szükséges hozzányúlni a NAT-hoz, szükséges hozzányúlni azokhoz a választható tankönyvekhez, amelyek segíthetnék ezt a fajta munkáját a gyerekeknek. És hát természetesen a közoktatás különböző problémáiról is mindenképpen hozzá kell szólnunk, hozzá kell nyúlnunk. Ezekről szólnak a mostani tárgyalásaink. A szakszervezet Szabolcs-Szatmár Bereg megyei titkári értekezletén mintegy 60-an vettek részt. Őket arról is tájékoztatták, a pedagógusok szakszervezetének kongresszusát március 6-án tartják.